Köszöntöm nézőinket, ez itt a Pont ma eheti külön kiadása. Mielőtt még mai témánkba belemerülnénk, nézzenek meg egy kis bejátszót a transzplantációról, az élődonoros transzplantációról. Pécs is része lesz a regionális transzplantációs roadshow-nak. A megyeszékhelye már 3 évvel ezelőtt rendeztek élődonoros napot. Ez azt jelenti, hogy az orvosi szakma képviselői előadásokat tartottak, és olyan párokat vontak be a programba, akik már adtak vesét hozzátartozónak. A jó példák ellenére azonban kevés az élődonor, mely egy életmentő műtét esetében a legnagyobb segítség lehetne. Ezért fogalmazódott meg a transzplantációs roadshow ötlete. Mivel Pécshez vesetranszplantáció szempontjából Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye területe tartozik, ezért már tavasszal kezdtek élődonor napokat tartani. Azt, hogy kikapja az adott szervet, egy szigorú szabályok szerint működő számítógépes program dönti el. A várólistán lévő betegnek egy lehetőség adódik a gyógyulásra. Ha a családjában van olyan személy, aki felajánlja a szervét és alkalmas is rá, valamint az etikai bizottság is engedélyezi, akkor el lehet végezni az élődonoros átültetést. A témában szeretettel köszöntöm itt a Pont ma stúdiójában dr. Szakály Pétert, a Pécsi Tudomány Egyetem Klinikai Központjának ér- és transzplantációs sebészét, ennek a témának a nagy tudója és felkarolója. Beszéljünk először magáról a transzplantációról. Mennyire van ez elterjedve, akár a műtétek szempontjából, akár pedig a donorok mennyire adnak magukból? Magyarországon most már több mint 40 éve van szervezett körülmények között vese átültetés. Ez 4 egyetemi centrumban történik. Tehát ma már azt nem kell bizonygatni, hogy a betegek számára a vese átültetés az egy sokkal jobb és élhetőbb életforma, mint a művese kezelés. Azonban magának a szervnyerésnek vannak problémái. Az egyik lehetőség az, hogy úgynevezett agyhalottakból távolítunk el szerveket, és ezek kerülnek átültetésre. De ugye ezeknek a száma az korlátozott, illetve hát soha nem lehet tudni, hogy hogy változik a jövőben az orvostudomány, hogy változik azoknak a családoknak a hozzáállása, akiknek a hozzátartozói érintettek ebbe a donációba. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy mindig biztosan lesz elegendő mennyiségű donor, amennyi vesének az átültetésére szükség lenne. Sőt, ki lehet azt is jelenteni, hogy igazából az igényeket biztosan nem lehet csak ezzel önmagába kielégíteni. Ugye van egy nagyon régi, már több mint 60 éves múltra visszatekintő lehetőség, ez az élő donorból történő veseltávolítás és átültetés, aminek függetlenül attól, hogy milyenek az immunológiai egyezőségek, hosszú távon a legjobb beteg és graft túlélési eredményei vannak. Mennyire adnak élő donort a betegek vagy az egészséges emberek? Hát az a baj, hogy ez lényegesen elmarad attól az elvárt szinttől, ami optimális lenne. Ugye azokban a fejlett egészségügyi rendszerrel működő országokban, amiket példaképpen tekintünk, hogy gyakorlatilag az agyhalottakból, illetve az élő donorokból végzett veseátültetéseknek az aránya gyakorlatilag 1:1 van. Magyarországon ez gyakorlatilag 5 kadáver donorosra jut gyakorlatilag egy élő donoros. Tehát még nagyon messze vagyunk attól az optimálisan elérhető ideális állapottól. Mennyire végeztek statisztikát ezzel kapcsolatban? Tehát az elmúlt éveket, ha összehasonlítanák, azért egy picivel többen adnak, vagy stagnál, mennyire van szükség, hogy adjanak az emberek? Hát sokkal többre lenne szükség, mint amennyit adnak. A Pécsi Centrum, ugye a 4 egyetemi centrum közül legutoljára kezdte meg működését vesátültetés tekintetében. Ugye most már itt is azért 21 éves múltra tekint vissza az osztály. 1998 óta végzünk mi magunk élődonoros átültetést, és Magyarországon először mi kezdtük el a laparoszkóppal, tehát egy nagyon kis metszésből és nagyon kis műtéti megterheléssel járó veseltávolítást átültetés céljából. Ennek ellenére a legjobb év, amiben a legtöbb élődonoros átültetés volt, az mindössze 7 volt, szembe azzal, hogy ugyanebben az évben 43 agyhalottból történő veseátültetést végeztünk. Tehát a lehetőségek sokkal nagyobbak. Inkább azt gondolom, hogy az emberekben van egy bizonyos fajta félelem, hogy nem
ők nem azt akarják, hogy ők ne kapjanak szervet. Tehát nem azzal van a probléma, hogy nem akarják a transzplantációt. Szeretnék a transzplantációt, de jobb lenne egy agyhalottból származó donor, mert mégiscsak mi lesz azzal a rokonnal, hozzátartozóval, vagy akár baráttal, aki adná a szervét, hogyha vele valami történik. Holott azt azért látni kell, hogy ma már ez a műtét ugye tervezhető, fogjuk tudni azt, hogy amit eltávolítunk, az elegendő lesz annak, akinek átültetjük. Ami megmarad, az elegendő lesz annak, aki adja a szervet. A műtéti megterhelés egy közepes műtét megterhelésével egyenrangú. Gyakorlatilag elegendő lenne a donornak mindössze 3 éjszakát bent tölteni a klinikán műtét után, mert olyan gyorsan regenerálódnak ebből a kis megterheléssel járó műtétből. És hát azt látjuk a nagy európai statisztikákban is, hogy ez a hosszú távú eredmények pedig mindenképpen az élődonos átültetés előtérbe helyezését sugallják. Említette, hogy hozzátartozó rokon, illetve barát is szokott adni. Milyen egészségügyi feltételnek kell megfelelni, hogy adhasson valaki, minden rokon adhat, vagy akár idegen is, tehát valamiféle vércsoport azonosságot, tehát mi az, ami szükséges ehhez? Mert valaki jó szívvel fölajánlja, boldog, hogy segíthet, de ő mégse adhat valamiért. Igen, sajnos előfordul ilyen, hogy valaki adná, el is fogadnák, de mégsem lehet. Hát ugye először is a vércsoportnak kompatibilisnek kell lenni. Ugye a másik fő szűrő tényező ez a keresztpróba, ez egy immunológiai reakció, aminél megnézzük, hogy ha beültetjük azt a szervet, akkor azt a szervezet el fogja elfogadni egy immunszupresszív kezelés mellett, vagy eleve tiltakozik ellene, és akkor aki immunológiai okokból nem szabad elvégezni az átültetést. Természetesen annak, aki adná a vesét, annak részt kell venni egy kivizsgáláson, tudnunk kell, hogy egészséges, valóban minden kockázat nélkül eltávolítható-e átültetés céljából az egyik vesélye. Az elmúlt években hány műtétet tudtak végrehajtani, mondjuk az elmúlt egy esztendőben ilyen ves átültetést? Hát a ves átültetések száma az egy bizonyos fajta ingadozást mutat. Ugye a tavalyi év az egy különleges év a hazai transzplantáció történetében, mert 2013. július 1-én Magyarország teljes körű tagja lett az Eurotranszplantnak. Ez nem azt jelenti, hogy több lesz a beültetendő veséknek a száma, hisz azért senki, aki tagja ennek az Eurotranszplantnak, az nem fogja azt mondani, hogy hát akkor mi nem ültetünk annyi vesét, hanem odaadjuk Magyarországnak, hogy ott megkapják a betegek. Így gyakorlatilag arról szól maga a tagság, hogy egy kedvezőbb immunológiai egyezőség mellett lehet elvégezni az élődonoros, vagy a kadáverdonoros átültetéseket, ahol ugye ez egy fontos faktor szemben az élődonoros átültetésekkel. Így gyakorlatilag a vese az ugyanannyi az Eurotranszplanton belül, csak más lesz az elosztás, amit ugye maga egy számítógépes rendszer felügyel, és ő mondja meg azt, hogy kinek a lehető legalkalmasabb az az adott donornak a veséje. Ha valaki az egyik vesét odaadja a másik embernek, ugye ezzel életet menthet. Viszont fölmerülhet az a kérdés, és valaki, aki talán óckodik ettől, hogy igen ám, de mondjuk ő szintén egyvesével él tovább, hogy mennyire biztonságos egyvesével élni tovább, illetve mennyire kell akkor őt is felügyelni, vagy kezeléseknek időközönként kontrollnak alávetni? Igen, ez egy jogos aggodalom szokott lenni, hát nyilván aki szeret valakit, az félti valamilyen szinten, és hát próbálja őt biztonságba tudni. Történtek erre is kutatások, hogy hát mi lesz azokkal, akik felajánlják a veséjüket, mi lesz velük az életük hátralevő részén, és ez azt lehet mondani, hogy miután tudjuk, hogy tudják magukról, meg mi is tudjuk, hogy hát ők egy kicsit hátrányba kerülnek, hogy idézőjelbe, hogy egy veséjük van, ezért sokkal jobban odafigyelnek magukra, eljárnak rendszeresen hozzánk is kontrollra megnézetni a vese funkciójukat, hogy eljönnek azzal, akinek adták a vesét, és azt mutatják az ilyen tanulmányok, hogy az átlag emberhez képest az ő várható átlag életidejük az hosszabb lesz. Tehát így gyakorlatilag nem kerülnek hátrányba, mert
a minimális potenciális hátrányból előnyt kovácsolnak azáltal, hogy jobban odafigyelnek magukra. És mindig egy legendát szoktam erre példaként felhozni, hogy nyilván az idősebbek azok jobban tudják, hogy ki volt Kozma István, aki birkózó volt, olimpiai bajnokunk. Hát őről senki nem tudta, hogy ő egy vesével született eleve, és hát azért az ő életvitelén és fizikumán senki nem gondolta volna, hogy ilyen hátrányban van, és hát sajnos ez a véletlennek köszönhette az élete tragédiáját idézőjelbe, és egy baleset során eltávolították a vérző egyetlen vesét, és hát abban az időszakban még művese kezelés is csak kezdetleges stádiumban volt. Tehát ennyire fizikálisan is aktívnak lehet lenni valakinek, ha egy veséje van. Transplantáció nem csak a vesével van, hanem a májjal is. Mi a helyzet ezen a téren itt Pécsett a májátültetéssel, mert úgy hallottam, hogy az nem annyira indult be, tehát ott valamiféle elszigetelődés, vagy valamiféle más dolgok történtek. Mi a helyzet? Igen, hát még 1999-ben megpróbálkoztunk májátültetéssel is, de az akkori egészségügyi politika ezt nem engedélyezte, és csupán Budapestre lokalizálta a májátültetéseknek az elfégzését országosan. Ami egy érdekes összehasonlítása tekintetben, hogy még 1998-ban mi végeztünk először Magyarországon kombinált hasnyálmirigy és veseátültetést, aztán 2004-ben azt mégis engedélyezték, hogy Budapesten is lehessen végezni, tehát ha hasnyálmirigyből lehet két centrum, akkor májból miért nem lehet kettő? Ez egy talányos kérdés, amire nálam okosabb és kompetensebb emberek sem tudtak választ adni. Ugye a roadshow világát éljük, és ne legyen meglepő, de transplantáció témakörében is elindult egy roadshow még ebben az évben áprilisban, különböző városokban, helyszíneken, és most közeledik Pécshez is. Mit kell erről tudni? Egyáltalán miért volt erre szükség, mikor és ki találta ezt ki? Hát tulajdonképpen ezt az osztályon dolgozók közösen találtuk ki. Ugye maga az ötlet az onnan fakad, hogy már az elmúlt három évben minden áprilisban egy vasárnap történt egy élődonoros nap egy alapítvány támogatásával, amire megpróbálták ide szervezni a betegeket, hozzátartozókat, és ott gyakorlatilag az élődonoros átültetés előnyeiről sok mindent hallhattak szakmai oldalról, betegek oldaláról, tehát oda eljöttek élődonoros párok, ott elmondta az, aki adta, az, aki kapta, hogy ezt hogy élte meg, hogy dolgozta föl, milyen hatással volt. Azt gondoltuk, hogy az ez által átadható információ viszont nem jutott el elég nagy számba a betegekhez. És azért gondoltuk, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed menjen a hegyhez, és akkor gyakorlatilag így a Pécshez tartozó négy megye valamennyi műves állomására ellátogattunk, illetve hát még egy centrum van vissza Pécsen kívül. Oda is elmegyünk, megtartjuk az előadásokat, ahova nem csak azokat várjuk, akik már művese kezelésre járnak, hanem azoknak a rokonait is, a házi orvosokat, akiket nagyon fontosnak tartok ebbe a kérdésbe, hisz ők sokkal több olyan beteget ismernek, akiknek már emelkedett a vese funkciós értéke, de még nem jár nefrológiai gondozásba. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a betegek is lássanak valami utat, hogy merre megy tovább az életük, illetve mire kell figyelni. És egyre inkább örvendetes tény az, hogy nem csak azok a betegek vannak fönt a várólistán, akiknél már zajlik a művese kezelés, hanem akik már annak közelébe vannak, de még effektíve nem kezdődött meg a kezelés. Ugyanis azt soha nem lehet előre tudni, hogyha valaki rajta van a várólistán, akkor majd úgymond a számítógép mikor fogja őt kijelölni, hogy van számára egy alkalmas szerv. Egy egyszerű hasonlat, hogy amíg az ember nem vesz lottószávényt, addig biztos, hogy nem fog nyerni. Hát az, hogyha vett, az nem azt jelenti, hogy valaha is fog nyerni, de megvan az esélye. Tehát itt is az kaphat szervet, aki fönt van a listán. Nyilván minél előbb kelteteti magát föl valaki a listára, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ez sikerülni fog. Illetve hát nem mindegy, hogy mikor jön az össze, mert ha fölteteti magát még a művese kezelés megkezdése előtt, és mondjuk így kell várnia két évet,
az nem ugyanabban az egészségügyi állapotban lesz, mint hogyha már elkezdődött a művesek kezelés, és mondjuk 5 év múlva jut eszébe, hogy fel kellene kerülni a listába, mert akkor lehet, hogy kell várni 5 évet vagy 10 évet, és sajnos közben az egészségügyi állapot az nem úgy romlik, mint ahogy hagyományosan öregszünk, hanem azt szoktuk mondani, hogy úgy, mint a háborús évek, hogy duplán számítanak. Október hónapban 3 alkalommal is lehet itt Pécset részt venni ilyen roadshow-n. Melyek ezek a napok, és hova mehetnek az érdeklődők? De tekintettel, hogy mégiscsak a régió legnagyobb városáról van szó, a legnagyobb beteganyag itt koncentrálódik, ezért 3 alkalmat jelöltünk ki közösen a nefrológus kollégákkal. Ez október 3-án, 8-án és 10-én lesz. 3-án és 10-én a Pacsirta utcai műves állomáson tartjuk az előadást, és 8-án pedig a Veres-Endrei utcai szatellitállomáson. Minden alkalommal 10:30-kor fognak kezdődni az előadások. Ha valakit meg lehet győzni, vagy eltökélt, és belelkesedik, és bevállalja ezt, akkor ezeken a helyszíneken akár már jelentkezhet is? Hát azért ez nem megy ilyen gyorsan, tehát ez nem olyan, ennyire azért nem olyan, mint a lottó, hogyha eszembe jut és bemegyek, akkor gyorsan veszek egy szelvényt. Itt hát egyrészt elmondjuk, amit mi gondolunk erről. Lehet a plénum előtt kérdezni, de az a tapasztalat, hogy a betegek ezt nagyon értékelik, és nagyon sokan jönnek utána oda, és az előadás után kérdeznek. Ugye a magyar emberben van egy kis szemérmesség, és nem mer mindig úgy kérdezni plénum előtt, és volt olyan, hogy hát még akár egy órát is ott töltöttünk, hogy kellőképpen válaszoljunk a kérdésekre. Volt egyébként olyan centrum, ahonnan azóta már végeztünk élődonoros átültetést, illetve hát elmondjuk, hogy adott személyre lebontva, hogy mi a meglátásunk, elmondjuk, hogy milyennek a menete, és hát ugye egyrészt a kivizsgálás vagy a várólistára helyezésnek is azért van egy bizonyos átfutási ideje. Az is számít, hogy milyen korú ember, milyen korú embernek ad szervet? Például egy fiatal lehet, hogy jobb, ha ad, egy idősebbnek ad, mert az ember úgy gondolja laikusként, hogy akkor egy egészséges fiatalabb szervet adok, akkor lehet, hogy ez jobban működik, viszont lehet, hogy mondjuk van egy 50 éves ember, és a 20 évesnek szívesen odaadja, és még kompatibilisak is egymással. Hát ez megint több mindentől függ. Általában azt szoktuk mondani, hogy szülő-gyermek viszonylatában azt az átlagos időszakot, ami szokott lenni a generációk között, azt elfogadjuk. Ez általában a 25-30 év. Ennél nagyobb korkülönbséget a tekintetben, hogyha a donor az idősebb és a recipiens a fiatalabb, azt nem tartunk szerencsésnek. Ugye ez egy kiválasztási kritérium az agyhalott donoroknál is, tehát hogyha ott van egy 70 éves donor, akkor annak a vesét nyilván nem fogjuk beültetni egy 20 évesbe, mert nem várhatjuk tőle azt, hogy évtizedekig tartósan is jól fog benne működni. Nyilván, hogyha fordítva adja ki a számítógép, hogy egy 70 évesnek adódik egy 20 éves donorból származó vese, és nincsen fiatalabb, akibe be lehet ültetni, akkor elvégezzük úgy is. Dr. Szakály Péter, köszönöm, hogy a Pont Ma külön kiadás vendége volt. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, Önök a Pont Ma eheti külön kiadását látták. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!